Szeptember 17-én pénteken nyílt gyűjteményes kiállítása a 86 éves Túri Endre festő és zománc művésznek a híres Agóra emeleti kiállító termében. A tárlat a Kecskeméti Képzőművészek közösségének közreműködésével valósult meg, Balanyi Károly és Németh Áber rendezte, és ifjú Gyergyárdes László művészettörténészt nyitotta meg. Túri Endre a 60-as években ismerkedett meg a zománcozással a Kecskeméti Zománc gyárban. Önálló stílusa formanyelve a 80-as évek elejére alakult ki. Ennek szimbolikus kezdőpontja a Páva című alkotása volt, amelyen először használta az általa kifejlesztett technikát, a rekeszománc borítású vörös rész körplasztikát. További jellemző műve a Halkacsa, amelynek inspirálója Lükő Gábor néprajztudós műve volt. A mitológia ihlette a szarvastorzót is. 1984-től alapításától kezdve a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóműhely igazgatója volt. Nyugállományba vonulása óta otthonában alkot, elsősorban részkarcokra emlékeztető finom zománc és mostanában polikróm akvarelleket, amelyekből többet be is mutat a kiállításon. Túri Endre tárlata október 10-ig, naponta 10 és 18 óra között látogatható.